A hétvége legfontosabb eseményeivel és időjárási előrejelzéssel itt a Híradók. Köszöntöm Önöket! Nyílt napot tartottak a bázis repülőtéren. Ennek oka részben az, hogy 2001. július 1-én alakult meg a Magyar Honvédség Pápa bázis repülőtér. A július 1-e ünnepi dátum az alakulat életében. Másrészt pedig Pápa és Kecskemét évente felváltva ad otthont a katonai repülők munkáját a civil érdeklődőknek bemutató rendezvénynek. A szombati egésznapos eseményre több mint 20 ezeren látogattak el. Kapunyítás után nem sokkal már hosszú sor állt a kifutópályán. A várakozók a Boeing C-17-es belsejére voltak kíváncsiak. A nyílt napon szolgálatot teljesítő katonák segítőkészek voltak, a teherszállító repülőgép belépés előtt fotókat készítettek a vendégekről. Az óriás gép gyomrában is működésben voltak a mobiltelefonok, az elképesztő technika, a hatalmas méretek lenyűgözték a látogatókat. A villamos rendszer a repülőgépnek, aztán egy kicsit ettől eltér a kerekeknek a kialakítása, kerékgumiknak a használata, illetve a minősége. A C-17-es mellett sportrepülőgépek, felújított Mi-8-as helikopter, a terror elhárítási központ helikoptere, a bázis repülőtér tűzoltóautói is láthatóak voltak, és be, fel, illetve rá is lehetett ülni a kiállított műszaki arzenálra. Legfontosabbnak azt tartom, hogy a régi volt szovjet technika kiszolgálásától kezdve a legmodernebb technikáig mindennel dolgozunk pillanatnyilag. Éppen ezért érdemes végignézni azt a technológiai fejlődést, amit ez a körülbelül 40 év jelent. Feltűnést keltett a programon a világháborús bemutató, német, amerikai és orosz eszközökkel, a katonai tábori élet elemeivel, és két, a napsütést és a meleget kiválóan viselő katonai hagyományőrzővel. Sorra készültek a személyi azonosító fémlapocskák, zászló lobogott a szélben, és a látogatók kipróbáltak mindent, amit csak lehetett. Lőttek, katapultált repülősök szerepébe bújtak. Szólt a zene, a katonai zenekar slágereket játszott. És egy igazán különleges produkció helyszíne volt a kifutópálya. A budapesti díszelgő csoport alaki gyakorlatokra épített, zenére komponált, dinamikus bemutatója nem minden nap látható műsorszám volt. Családi strandnappal zárta támapos projektjét a Városi Óvodák Intézménye. A 2013. januárjában indult 100% támogatási intenzitású Európai Uniós projekt szakmai továbbképzéseket, játékvásárlást és családi programokat tartalmazott. Az Óvoda Fejlesztés Pápaváros Önkormányzata Városi Óvodák Intézményében című program záró rendezvényét szombaton tartották a Várkertfürdő strandján a szülő-gyermek óvoda kapcsolatának erősítése jegyében. A Várkertfürdő strandján tartott záró rendezvényen dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a programon résztvevő gyerekeket és szüleiket. Beszédében kiemelte, a városi óvodák a legnagyobb önkormányzati intézmény, melynek folyamatos fejlesztése, eszközállományának bővítése fontos a város számára. Csákvár Judit előadásában a projekt megvalósulását összegezte a szülők számára tartott tájékoztatón. Mint mondta, az óvodafejlesztési program három fő elemből állt. A három fő területből kettőt különösen kiemelnék, ez az óvoda udvaroknak és az óvoda csoportszobáknak a fejlesztése, a másik pedig a pedagógusoknak a képzése volt. Emellett még egy olyan nagyszabású tevékenységünk volt, ami pedig a családokat szólította meg, hiszen vagy a gyerekekkel, családokkal közös programokról szólt, vagy kifejezetten a szülőknek fórumok szervezésére tudtunk lehetőséget biztosítani. Az óvodapedagógusok számára szervezett továbbképzések négy fő területet öleltek fel, így az oktatáspolitikát, a pedagógiai módszereket, a drámapedagógiát és a környezettudatosságra nevelést. Ez volt talán az első olyan pályázat, amelyikben minden képzés után úgy jöttek vissza a kolléganők, hogy nem gondolták. De ez nagyon jó volt. És ezt azért jó érzés így kiemelni, mert nem azonnal kértem visszajelzést a kolléganőktől, hanem ők maguktól jelezték ezt felém. A családok számára szervezett programok is sikeresen zajlottak, és erősítették a szülőkkel való kapcsolattartást, tájékoztatott az intézményvezető. A Huszár lakótelepi óvodában megvalósított projektelemeket Vaspöri Ferencné intézményvezető helyettes idézte fel a rendezvényen.
s míg a felnőttek az előadásokat hallgatták, addig a gyerekek a Pegazus Színház Koffermesék című előadását nézték meg, aztán pedig közös játék várta a kicsiket és szüleiket az óvodapedagógusok irányításával. A projektzáró rendezvény szabadtéri piknikkel és családi strandolással zárult. Idén is összegyűlt a falu apraja nagyja a falunapon Borsos-Győrön. A szombaton tartott egésznapos rendezvényen a helyiek kapták a főszerepet, hiszen nem csak a színpadi műsorokban szerepeltek, de a szervezést, lebonyolítást is ők végezték. A közösségi esemény ezúttal is nagy sikert aratott. Délelőttől hajnalig nagy volt az érdeklődés a településrész sportpályáján. Labdarúgó mérkőzések, sportvetélkedők délelőtt, színpadi produkciók délután, játszótér, mini-dodzsem, légvár pedig egész nap. Így állt össze a Borsos-Győriek falunapja idén is. A programok minden korosztályt megszólítottak, és nagy érdeklődést váltottak ki a helyiekből. A célunk az volt, hogy megmozgassuk a falut, és valójában ne csak az esti bárról szóljon a falunap, hanem ez legyen egy színes falunap. 10 órakor elkezdtük, és akkor lementek a kispás futballok, a lányok fociztak. Újdonságként bevezettük a gumicsizma dobó versenyt, mert ezt láttuk a tévében, nem kell kitalálni semmit, mert már kitaláltak helyettünk mindent. Hoztunk be új dolgokat, és sokan vettek rajta részt, ami a lényeg. Amit úgy érzem, hogy azért csináljuk, hogy megmozgassuk a falut, összehozzuk a falut, és egy nap legalább egyszer minimum üljünk le együtt. Ezt a célt úgy gondolom, hogy most megint be tudta tölteni a falunapi rendezvény. A rendezvény szervezésében és lebonyolításában is a helyiek szorgoskodtak, és a délutáni műsorokat is ők adták. Felléptek a falu apróságai, a nyugdíjas klub vidám hölgytagjai és az asszonyok csoportja is. Az ő munkájukat is megköszönte beszédében dr. Áldozó Tamás polgármester. Nagyon jó, nagyon lelkes, tiszta szívből készült produkciókat láttunk, és fontos azt is tudni, hogy azzal, ha kimondjuk, hogy 5-6 hónapig készültek ezek a produkciók, még nem mondunk el igazából mindent, hiszen azt is jelenti, hogy 5-6 hónapon keresztül akkor is el kellett menni a próbára, hogyha a részvevőknek nem volt kedvük, akkor is el kellett menni, hogyha igazából más csináltak volna, akkor is, hogyha esett az eső, meg a köd volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy amikor itt ők megmutatják a tudásukat, azt, hogy milyen műsort állítottak össze, az a taps az nem csak a mai 10 percnek, 20 percnek, fél órának szólt, hanem elismerése volt annak a munkának is, amit hónapokon keresztül végeztek, úgyhogy én gratulálok a legkisebbektől a legidősebbekig valamennyiüknek ezért a produkcióért. A városvezető rövid számadást is készített. Szólt a sportegyesülettel közösen megvalósított sportöltöző felújításról, és beszélt a közeljövőben megépülő új orvosi rendelőről is. A köszöntők után a délelőtti sportversenyek díjait osztották ki, aztán közös vacsorára invitálták a borsos-győrieket, végül pedig hajnalig tartó mulatság várta a falunapra kilátogatókat. Egész napos programmal ünnepelte 20. születésnapját a Bartók Béla Zeneiskoláért Alapítvány, mely támogatja a zeneiskola növendékeit, programjait, hangszervásárlásait. A kerek évforduló kapcsán a Bartókos tanárok jó hangulatú rendezvényt szerveztek a főtérre a diákok bevonásával. Reggeltől estig a hangszereké és a kellemes muzsikáé volt a főszerep a belvárosban. Flashmobbal indult a nap az egyik bevásárlóközpontban. Az örömmód a hangjaival hívogatták az érdeklődőket a főtérre. A rendezvény díszvendége Hánagy Zsuzsanna volt, aki 20 évvel ezelőtt Kovács Attilával létrehozta az alapítványt. Ma, 20 évvel később, amikor látjuk azt, hogy alapítvány nélkül egy iskola ma már pályázatokat nem tud pályázni, létezni sem tud, nem voltunk mi ennyire akkor tudatában ennek. Ma már nyilvánvaló, hogy az alapítvány sok pluszhoz segíti a gyerekeket, például táborszervezéskor, de a fellépések, versenyek finanszírozásában, hangszerek beszerzésében, felújításában, hangolásában is támogatja az intézményt. Ez egy szimbiózis most már, tehát az elmúlt 20 év alatt annyira összefonódott a zeneiskola és az alapítvány élete, hogy gyakorlatilag egymás nélkül nem igen tudnának létezni. Vagyis létezni tudnának, de mi azt hirdetjük, hogy az értékes zene otthona, ez a mottója a zeneiskolának, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk adni, ahhoz alapvetően szükség van erre az alapítványra. Az alapítvány színes, sokakat vonzó programot állított össze. Nekem volt egy nagy álmom, hogy ez egész város betöltse most a zene,
Én úgy gondolom, hogy fontos az embernek, hogy a szívében valami zene mindig menjen. És az álom valóra vált. A főtéren és a belváros több pontján is szólt a zene. Sokakat vonzott például a hangszersímogató, de volt utcazene, koncertek, interaktív zenei játék Bödei Tamással és Illés Csabával, valamint a karmesteri pálcát is kipróbálhatták a gyerekek. A rendezvényen részt vett Hánagy Zsuzsa fia is, dr. Hoppál Péter, aki maga is 11 évig tanult a Pápai Bartók Béla zeneiskolában. Arra bátorítom a mai gyermekeket, akik itt vannak a főtéren, és most még csak ismerkednek azzal, hogy milyen lehet esetleg hangszert vagy zenét tanulni, hogy vágjanak bele. Kezdjék el. Nagyon szép hagyományok és tradíciók folytatói lesznek. A Pápai Bartók Béla zeneiskola az méltán lehet büszke az elmúlt évtizedek teljesítményére. Dr. Hoppál Péter ünnepi beszéde után maga is beült muzsikálni a Bartókos Tanárok alapítványi napot záró koncertjén. Holnap térségünkben már nem kell csapadékra számítani, időjárási előrejelzés következik. Kedden még főként keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar, miközben nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A legtöbb helyen 25 fok köré melegszik a levegő hőmérséklete. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn. Ne feledjék, műsorunkat egy óra múlva megismételjük és megtekinthetik a Városi TV honlapján is. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!